Hello! Tehát forrás a kutya fejével. Jó reggelt! Március 15-e hétfő van ma. És a kutyánk megbolondult. És 7 óra 20 körül van az idő, 30, valami ilyesmi. És én tegnap kitaláltam, mert annyira fantasztikus ötleteim vannak, hogy a mai napon vlogolni fogok. Igen, ez a fantasztikus ötletem volt, úgyhogy a mai napon velem lesztek egész végig. Ja, megmutatom, hogy kávézok. Azon ritka napok egyike van, amikor Bence hamarabb ébredt fel, mint én. Úgyhogy Dagobert bácsi, szeretsz reggel mesét nézni? Nem volt más választásom, mert ez megy jelenleg az RTL. De szereted a meséket? Dagobert bácsi undorító tele van. Bence csinált nekem kávét, és szeretném megmutatni a legnagyobb hacket, amit Barbie mutatott nekem. Vaníliás mandulatej. A legjobb. Az egy hack. Én mindig simával ittam a kávémat, de Barbie azt mondta, hogy kóstoljam meg, megkóstoltam, és azóta csak ilyet iszunk. Yes. Olyan cukik vagytok! Köszönjük! Jók a fülek! Váltottunk Mici mackóra. Most látom, hogy a kutya kint éppen legeli a fát, úgyhogy egy pillanat. What? Te mit csinálsz? Figyelnél rám egy pillanatra, ha már rólad szól a videónak ez a része? Ne haragudjál meg! Hát így! Oké, oké. Yay! Hi! Soros! Kucorodod! Nézd alul a lábát, mindenket egymás mellett. Ajj, cutie! Kanguru. Van puszi. Jó nagy lettél. És kellett nekem egy kis reggeli bújás. Bop, bop. What? Ne ítélkezzetek, hello fókusz. Ez itt mögöttem mind a tiszta. Törölköző, ami ki van mosva, és össze kell hajtogatni, de készen állok. És most mehetünk, vagyis én megyek a teraszra edzeni. We're on our way. Pull up to the party like my name is
edzés után reggeli. Tudom, hogy még mindig ott van az, de ez a mai nap el fog tűnni, ígérem. Nem láttok belőlem szerintem semmit, de átöltöztem. Tisztán, frissen, üdén a gyerek álmosan. Megindulok dolgozni, mert ma ki kell raknom, ki szeretnék rakni egy videót. Hi, bitch! Mit csinálsz? Vigyel vagyok, vlogolok mai de napot. Szeretném elmondani, hogy hivatalosan is leadtam a szakmunkázatot. Jéééé, ez az! De jó! Hallod, így remegte, mikor küldtem a tanárnak. Ezt csak zárójelesen mutatom meg. Wow! Bencétől kaptam Valentin napra, és... Legjobb. Ez csak egy koffeinmentes a hangulata miatt. Közben úgy döntöttem, hogy egy tea is kelleni fog. Workstation for the day. Yay! 11:42 van. El kellene nagyon kezdjek egy videót, mert nem fogom tudni aztán időben kirakni. Viszont nem tudom, hogy melyiket szeretném megvágni, amelyiket meg szeretném vágni, annak nem találom az elejét. Közben kezdek éhes lenni. Bence nagyon éhes. Úgyhogy én magamnak biztosan csinálok tejbegrízt, amit Bence kitalálja, hogy mit szeretne enni. És remélhetőleg miközben megeszem a második reggelimet, reggebédemet, addigra kitalálom, hogy milyen videót vágjak meg. Nem mondom, hogy a sajátomra véletlen a felét a kakaópornak ráborítottam, de lehet, hogy így történt. Ez a Bencé, ez az enyém, az övé az, tudjátok, kakaópor, kakaóporos. Ilyen tejbe feloldhatós, az enyém az sima cukor, meg nem tudom én mi mentes. Úgyhogy jó itt vagyok nekünk. Elfelejtettem mondani, de egyértelműen szafis. Tehát nem rendes tejből, meg rendes grízből van, hanem mandulatejből és gluténmentes zabgrízből. Nem félsz a Covid-tól? Kovedd le a maszkod! Oh, hello, kedves emberek! Nem féltek a Covid-tól? Akkor vegyétek le a maszkot! Szálljátok fel a villamosra és kapjátok el! Legyetek az áldozata! Little Red, Jó, hogy van egy középfokunk vagy emeltfokunk, nem? The bus will turn around, turn around, turn around. Hoppa, majdnem volt a bifike. Turn around. Mit néztek le? Fényképezlek titeket! Vigyorog! Király! Köszi! A buszkerekkel csak körbe jár. A buszkerekkel csak körbe jár. És nem áll. Pontosan! Pontosan! It's your boy! Idegesítelek? Life is a party. Szegény, elhanyagolt, sanyarú, sorsú gyermek. Mindjárt megsajnállak. Komolyan. Nem foglalkozok veled, ugye? Anya dolgozik. Neked most addig aludni kellene. Stop it! Thanks. En cambio de decir...
Yo lo quiero, pues dímelo a mí. Que no hago daño. Baby, cuando te vi con tu falda, no exagero, me quería morir. Yo sé que estoy loco por ti. Félig mukbangelősbe. Most lett kész a videóm, ami amúgy probléma, mert nem tudom, hogy hol ment el másfél óra. De most van 3:45. Úgyhogy ha minden jól megy, akkor 4-kor ki tudom posztolni. Viszont közben kellene csináljam a többi videót. Még egy képet is meg kell csináljak most, hogy kirakjam, ahogy kész van igazából. Viszont van egy cukiolis képem, ami nem közeli, nem túl éles, nem kell rajta szerkezgetni, meg semmi. Kicsit színeket rendbe rakom, aztán ez mehet is ki. Utána folytatom is tovább igazából a videóvágást. Szeretném megcsinálni a paróka festős videót, amiről egyébként ebben a videóban beszélek. Meg a körmeset kellene még megvágnom. És hogyha azok megvannak, akkor igazából egy egész jó napot zárok. De majd meglátjuk, mert lehet, hogy túl teljesítem az eredeti elképzelést. Lehet, hogy nem sokára csinálok egy rendes kávét. Aztán ennyi. Kicsit be vagyok most lassú. Ki jött kávézni? 2,5 óra csúszásba. Ha azt hiszitek, hogy annyi áthívni a barátnőtöket kávézni, hogy mondjátok neki, hogy gyere, az téves, mert 2,5 óra múlva rá kell írnod, hogy nem jössz. És erre az a reakció, hogy baszki, felejthető vagyok. Úgy néz ki. Kint van a videó, kint van a kép, Barbie és Olesz bújnak. 5 óra. Még valamit kellene azért csinálni. Nem tudom még, hogy mit pontosan. Dik, milyen elvárások vannak oda néz. Úgyhogy, ja. Úgy néz ki, hogy akkor most megetetem Barbie-t, aztán majd kitaláljuk, hogy nekünk itt mi a további program. Szép volt, hogy kisejtetted. Sexy. Suttog. Igen, ez az! Várjál, elfogyott a jutin. Szégyeld magad. Szégyeld magad. Igen. Suttog. 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 Igen, nagyon ügyes! Ez az! Bravo! Bravo! Vége! A fiúk lent játszanak a földön. Én meg arra jutottam, hogy van 2 videóm, amihez hangot külön kellene felvennem, ilyen voiceovert, alábeszélést, nem tudom, hogy mondják magyarul. És azoknak nagyjából megvágom az alapját, és megpróbálom még ma felvenni hozzájuk a hangot. És akkor viszonylag előre lennék, és lehet ezt is elkezdem ma megvágni. Aztán ki tudja. Nagyon-nagyon sok videóm van, ami fel van véve, de nincsen megvágva. Úgyhogy most kicsit ennek utána járok. És megpróbálok hatékony lenni mondjuk olyan 6-7-ig, 7-8-ig. Valami ilyesmi, még egy 2 órát jó lenne, hogyha tudnék koncentrálni. Helyzet a következő. Megkívántam valami édeset, úgyhogy chia pudingot csinálunk. Woohoo! Egyébként viccen kívül imádom a chia pudingot. És most egy kicsit többet szeretnék csinálni, mint szoktam. Like this. Fogalmam sincs, hogy milyen chiánk van. Talán DM-es, vagy Müller-es, fogalmam sincs. Ilyen
chia, tök mindegy. És gondolom ez nem meglepő, a vaníliás mandulatejjel fogom megcsinálni. Teljesen szemmértékre. Te pont most szeretnél kijönni? Értem. Villával szépen összekevergetem, és mivel vaníliás a tej, és fogok rá tenni még szerintem szafis mangós gyümölcsfelőt, így nem hiszem, hogy plusz édesítőt tennék bele. Most ezt jól összekevergetem, mindjárt úgy is, hogy nem a kamerán keresztül nézem, utána beteszem a hűtőbe egy 10-15 percre. Neked már megint mi bajod van? Már vacsoráztál? Tudod? Tudod, hogy már vacsoráztál, ugye? Emlékszel rá. Tehát be fogom tenni a hűtőbe 10 percre, utána kiveszem, megkevergetem, és valószínű, hogy még egy 5 percre vissza fogom tenni. Körülbelül 10 percet volt bent, nem tudom, hogy pontosan mennyit. Jó, egész jó. Még egy 5-10 percre visszarakom, és tökéletes lesz, csak jól átkevergetem. Jéj! She wasn't acting crazy or doing coke, I swear. Those test results are fake. What antidepressants was she on? There's probably paying people off. Okay, when did she stop taking them? I have to go find my friends. Wait. Befejeztük a sorozatozást. Bence egyébként itt az ölembe a szemét masszíroztatja. Erről majd szerintem nála fogtok látni egy kicsit részletesebb bejelentést, viszont ezután szerintem mi megyünk is alukálni. A gyerek az itt van a kennelbe mellettünk. 22:55 van, körülbelül fél óra múlva. Új év! Remélem, hogy tetszett ez a napi vlog, hogyha igen, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, kövessetek Instán, kövessétek Bencét is, kövessétek Olit is, és a következő videómat találkozunk. Sziasztok!